Van Pesten egy megszállott zenész, így kezdődik a cikk, majd úgy folytatódik. Lendületében, lelkesedésében van valami anakronisztikus. Egy amatőr idealizmusával nyüzsög, szervez, intézkedik, noha több mint 10 éve profi. Dalai érzelmesek, idegenül tekinget körbe a pénz és az erőszak új rendjében. Egymás meghallgatására szólít fel, álmodik, és arra bíztat, hogy higgyünk az álmokban. Nos kérem szépen, ez az úriember mai műsorunk vendége, és már itt is vagyunk az ő főhadiszállásán, lakásán, de hogy ki ő, ezt rögtön megtudhatjuk az előzetesből. Nem sajnálom címmel szólt ez a régi dal, ami egyben viszont, hogy már a jelenről is szót ejtsünk, a legeslegújabb lemezetek, pontosabban az élő koncert felvételnek a címe is, itt van a kezemben. És hát szeretettel köszöntöm Vörös Pistit a műsorban, illetve hát köszönjük azt, hogy otthonodban látsz vendégül minket. Itt visszautaltunk ugye ezzel a klippel is a régebbi időkre, hiszen amikor újra kezdted a prognózist, akkor te valójában hazajöttél valahonnan. Igen, annak idején a Tele van a város szerelemmel, sikerei csúcsán, úgy elegem lett hirtelen az egész dologból, elfogytak zenei, szövegi ötleteim, és hát ha nincs miről írni, vagy énekelni, akkor jobb, ha hallgatok. Egy idő után elmentem Svájcba, vendéglátóztam, 2 év után hazamenekültem azzal az 50-60 dallal, amit kint írtam, és itt folytattam. Ahonnan elindultam, hiszen a szövegeim magyarul szólnak, és azoknak jelent valamit, akik ezt magyar nyelven hallgatják, tehát nekem itt a helyem Magyarországon. Tehát az újrakezdés előtt valamiféle feltöltődésnek is felfogható, azt hiszem, és ilyen rockzenei körökben ezt a bizonyos vendéglátózást ilyen pejoratív éllel hakninak nevezik, viszont akik megjárták, azok azt mondják, hogy egy igazi tréning, egy ilyen előtanulmány az újrakezdéshez, hogy igen, csak úgy a hangszeres zenészek, mint az énekesek is újabb meg újabb rutinra tesznek szert. Te hogy látod? Persze, ez egy nagy megpróbáltatás, egy ilyen vendéglátózás, több oknál fogva is. 4-5 ember örökösen összezárva, hiszen együtt laktunk egy házban, akkor utána együtt mentünk szétnézni a városokban, utána együtt voltunk egész éjszak, amikor zenélni kellett. Az emberi kisebb, nagyobb hibák hatványozódnak, állandóan napirenden voltak a veszekedések, a rendkívüli események, úgyhogy az ember csak győzze idegekkel. A jó oldala mondjuk leginkább az, hogy azon kívül, hogy mondjuk az ember meg tudja venni azokat, illetve akkor meg tudta venni azokat a
hangszereket, amik még Magyarországon akkor nem voltak megvásárolhatók, és hát zeneileg is egy nagy iskola. Énekeltem például Elton John-tól a Sacrifice, vagy Road to Hell, Chris Rea-tól. Ezeket a dalokat szerettem, de a kiütésem volt a minden este a Hello Dolly-t, meg egyéb dalokat játszani, mindig ugyanazt, ugyanúgy. Közben oda sem nézett rám, vagy ránk a tisztelt publikum, hanem eszegettek, kiszogattak, csajok fenekét paskolták. Tehát jóformán egy magnó szerepét töltöttünk be, és akkor én mondtam, hogy én azt szeretem, ha én énekelek, hogy odafigyeljenek rám, és engem zavar, még az is, ha táncolnak, akkor mindenki fel volt háborodva a zenekarból. Holott ez teljesen természetes szerintem, ha egyszer egy színpadra lép valaki, az azért lép a színpadra, kicsit magasabb pódiumra, hogy odafigyeljenek rá, és nézzék, hogy na, milyen lesz a produkció. Nehezen viseltem, miközben a szívemet, lelkemet kitettem, közben eszegetést, iszogatást, stb. Azt hiszem, hogy akkor ez megedzett téged, illetve eltökéltséget adott ahhoz, hogy hazagyere és újra kezd, nem? Nagyon, nagyon, nagyon keményen elkezdtem készülni. Az új dalokat írtam, és arról álmodtam, hogy hazajövök, és arról a mélypontról, arról nagyon mélypontról, ami volt ott, még ha furcsán hangzik is, ott Svájcban, egy lepusztult szállodában, ugye, ahogy írtam a Felemás állapot című dalomban, a Minden viharon át című lemezen, arról a nagyon mélypontról újra visszajöhessek ide Magyarországra, és újra a színpadon énekeljem a dalokat, a régi nagy sikerek mellett, az újakat is, és elmondhassam a világnak, hogy milyen gondolataim voltak, és miket éreztem, és milyen új ötleteim, zenei, szövegi dolgok jöttek, és hogy azok, akik visszavárnak, azok ne hiába várjanak, mert jövök. És neve zenekarba kerül valaki, az mindenképpen imponál mindenkinek. Én is arról álmodoztam annak idején tinédzser fejjel, hogy egyszer majd valamelyik nagy zenekar, híres zenekar megkeres engem, és elhív hozzájuk gitározni, mert ugye akkor még nem nagyon énekelgettem, vagy ha megpróbáltam, akkor rögtön a fejemre csaptak, hogy a mikrofon közelében nem merészkedjek. Tehát arról álmodoztam, hogy majd elhívnak, de aztán rájöttem, hogy én erre hiába várok, mert lehet, hogy zeneszerző, szövegíró, énekesként talán sok lennék egy zenekarban, így hát úgy gondoltam, hogy akkor megcsinálom én a saját magam zenekarát, és valójában már így is jött létre 1981-ben
az a régi prognózis együttes. Érdekesek ezek a... 10 évvel rá alakultatok újjá, most, hogy így mondtad. 81-91, 2001-ben majd biztos történik megint valami. Februárban mennyire láttad előre ezeket a sikereket, amit most elértetek? Szóval mennyire voltál biztos benne? Az első koncertek után biztos voltam benne, mert éreztem, hogy azok a dalok, és ez nem közhely. Azok a dalok, azok a szövegek még ma is élnek, és még ma is mondani valóval bírnak, amik annak idején. És ez azért van, mert soha nem a divat után kújtorogtam, hanem bátran néha még a árral szemben is megvalósítottam azt, amit gondoltam, és jónak éreztem, és emellett kiálltam. És mivel a 80-as években ez egy ismert, híres zenekar lett, de távolról sem a támogatott platinalemezes zenekarok közé tartozott, akiket össze-vissza jobbról-balról támogattak, hanem a magunk erejéből kiküzdöttük a közönség szeretetével támogatva azt, hogy nekünk megjelenhetett 3 nagy lemezünk, és ezek a dalok, amit annak idején írtam, ezek egy kis áthangszereléssel ugyanúgy megállják a helyüket, és egyáltalán nem nevetségesek vagy ósdiak, mint manapság is, meg mint régen voltak. Pisti, amikor a nagy közönség számára nyilvánvalóvá válik, hogy a prognózis új dalokkal jelentkezett, az az, amikor a CD-t és a kazettát a kezükbe fogják, de azt hiszem, hogy az első lépéseket, a komponálást azt itthon a házi stúdióba végzed. Igen, hát ez egy erős kifejezés, hogy házi stúdió. Egy olyan mini stúdió, ahol én a dalokat majdnem kész vagy félkész állapotban tudom elkészíteni, úgyhogy megmutatom társaimnak, és a próbán mindenki hozzáteszi a maga kis ötletét, és végül kialakul az a darab, az a végső, vagy már-már végső zenei kép, ami aztán végül is egy CD-re, kazettára kerül. Ez azt jelenti, hogy a nagy stúdiómunkát megelőzően itt pattannak ki a isteni ötletek. Szikrák. Igen, igen. Ez az a hely, ahol én fél életemet töltöm. Reggel, mikor felkelek, akkor nem sokkal utána ide leülök, bekapcsolom a magnókat, újabban már egy számítógéppel csinálom a minőség kedvéért, ugye. Követem a kor szellemét, a dalokat, az alapokat. Vagy régebben dolgoztam ezzel a ma már antik darab, Akai GX szalagos magnó, bár a szövegeket általában még mindig ezzel szoktam próbálgatni, tehát amikor elkészül egy anyag, akkor azt felveszem erre,
és akkor így mikrofonnal rá énekelgetek, ma is kitaláltam két sort. Fontos ez, hogy a saját otthoni milliódbe alkossál? Volt már, hogy attól függ, hogy mit. A dalok úgy, mondjuk a zenei része, az úgy készül, hogy jövök, megyek, szaladok a világban, egyszer csak eszembe jut valami zenei téma, azt vagy leírom kottában még a helyszínen, vagy esetleg mikor hazajövök, akkor gyorsan feldudolom magnóra, egy kazettára, és ott vannak egész onnan, egész körülbelül ideig, 13-14 munka kazetta, amin ilyen dudorászások, egyszál gitára, stb. Van. Utána, mikor előveszem, olyan a hangulatom, meghallgatom, és mondom, ez milyen jó ötlet volt, lehet, hogy már 5 éve vettem fel. Kibontom egy kicsit hangszerelési ötleteket, találok ki hozzá, dobgéppel feljátszom az alapot, szintetizátort, előveszem a gitárokat, rájátszok, és akkor felkerül, van itt két kazetta, a dalok szövegre várva címmel, és felkerül arra a kazettára, amin ez a cím van, és hát már csak akkor szöveg hiányzik. Akkor elkezdek gondolkozni, hogy hát most ez a zene, ami a zenéből jön, ez a hangulat, ez milyen szöveget igényelne. És akkor szép lassan így megírom hozzá a szöveget, ami úgy születik, hogy papír, ceruza mindig van természetesen nálam, bárhol járok a világban, egy jó ötlet beugrik, hopp, leírom, és akkor így összejön a dolog. Természetesen, hogy mikor elkészült egy szöveg, az visszahat a zenére is, tehát az meghatározza a különböző zenei fordulatokat, kihat a zenei alapra, stb. Szóval nálam így készül el egy dal, utána felveszem kazettára, elviszem a társaimnak, meghallgatják, hozzáteszik ötleteiket, és akkor egyszer csak színpadra kerül a dolog. Utána is alakítgatunk még, aztán pedig lemezre kerül. És ennél a pultnál, ahol most éppen könyökölsz, milyen nagy slágerek születtek? Jóformán mindegyik itt született. Az újabb lemezek mindenképpen, a Minden viharon át, a Kutyavilág bőven itt készült. Akkor még a számítógép sem volt meg, akkor még erre a magnóra, meg erre a négysávos Fostexre dolgoztam. Hát ez itt az oroszlán barlang, ez itt az a hely, ahol ahonnan végül is kiindul az egész prognózis mitosz, ha mondhatom így. Ha már így évelején sikerült vele találkoznunk, akkor milyen tervekkel számolhatunk, mikor láthatunk titeket az évelején vagy a tavasz folyamán? A téli szünetet követően február 7-én a legendás Köszi Klubban, azaz Kőbányai Szabadidő Központ Prognózis Klubjában két hetente folytatódnak a klubkoncertek, új dalokkal, új műsorral, de a régi évbeli energiával és lelkesedéssel. Többször el fogunk menni a tavasz folyamán Szekszárdra is, ahol már talán azt is lehet mondani, hogy klubunk van, hiszen másfél havonta visszajárunk. Szombathelyre megyünk, Pécsre, mindenfelé az országban.
Most kipihentük magunkat januárban, és február 7-ével pedig indul a szezon, ami belefér. Valamikor augusztus táján szeretnénk stúdióba menni, és felvenni az új prognózislemezt, ami körülbelül olyan október táján jelenne meg. Akkor mondhatni azt, hogy a karácsonyi piacra fog beérni. Természetesen. És körülbelül ez nekünk minden célunk, mert ha mi azt csináljuk, amit szeretünk, és a közönségnek ez tetszik, akkor nem is kell nekünk elmenni. Énekese és a menyasszony egymásra ismernek, hiszen valamikor szerelmi kapcsolatuk volt, és ebből jönnek a kígyóznak az események, amit aztán majd a videóklipben meg lehet ismerni. Jó sztori volt, hogy volt egy helyi vendéglátós zenekar, akik játszottak, és amikor eljött a forgatás ideje, akkor nyakunkba akasztottuk a hangszereket, és elkezdtünk játszani. Eljátszottunk pár dalt élőben, és akkor mondtam, hogy na, akkor most már a lényegre térünk, és kb. 5-6-szor egymás után, playbackről ugye, hogy a szájszinkron, meg több állítás véget, a Veled újrakezdeném című dalt kezdtük el játszani. És már 6-szor játszunk, akkor mikor már násznép elkezdett hőzöngeni, hogy hát itt van ez a híres zenekar, és csak ezt az egyet tudják. Csak egy dolgunk maradt hátra, a nézők már jól ismerik ezt a bizonyos rejtvényt, hiszen 3 CD-t most is felajánlott főtámogatónk a Carmen Zeneklub. A megfejtéseket levelező lapon kérjük arra a kérdésre, hogy... Mikor jelent meg legutóbbi lemezünk, és mi volt a címe?